Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora szeptember 8-án. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélhetünk egy jót. Szeptember 8-át azért is hangsúlyoztam, mert hogyha valaki mondjuk a neten nézi vissza majd az adásunkat, akkor szerintem roppant fontos a dátum, mert ahogy itt már az elmúlt hónapokban, meg hetekben megfigyelhettük, mindig változik valami, mindig van valami aktuális információ, aktuális olyan adat, ami éppen lehet, hogy akkor aznap igaz, de aztán rá egy hétre már nem biztos. Ma volt egy kormányinfó, egy maratoni kormányülés után, ahol az egyik nagyon fontos és sarkalatos pont az a távfő lakossági árának a támogatása volt. Ezt, hogyha jól gondolom, Fehérvár vonatkozásában azt jelenti, hogy 10 milliárdos támogatás körüli összeg érkezik ide már, amiben a távfő lakossági árát érinti. Üdvözlöm a kedves nézőket is, és köszönöm szépen, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel a témával kezdjünk, mert ez rengeteg embert érint Székesfehérváron, rengeteg családot tudunk ezzel a kérdéskörrel megszólítani, és egy kicsit talán meg is nyugtatni, hiszen az elmúlt hetek sok-sok bizonytalansága mellett többször kaptuk meg a kérdést, hogy és mi lesz a távfős lakásokkal. Ez több mint 21 ezer lakást jelent Székesfehérváron, ami távfővel ellátott, vagy a melegvízszolgáltatást így tudjuk biztosítani nyilván a Szép Hőn, mind szakmai partnerünkön és önkormányzati vállalatunk keresztül. A ma bejelentett miniszteri tájékoztatás alapján a lakosságnak az előttünk lévő fűtési szezonban, ugye ez hagyományosan októberben indul és ugye áprilisig tart, nem kell attól félnie, hogy megemelkednek az egyébként hosszú-hosszú évek óta rezsicsökkentésnek köszönhetően eleve befagyasztott árak. Miközben azt is érzékeljük minden egyéb piaci árat látva, mondjuk önkormányzati vagy állami intézmények vagy cégek által kapott mondjuk gázbeszerzési ajánlatokon, hogy sokszoros akár tízszerese vagy még annál nagyobb az az áremelkedés, ami a piacon a gáz tekintetében megtörtént. És hogyha ezt megnézzük kifejezetten a Szép Hő számaival, akkor azt láthatjuk, hogy 5 milliárd forintért tudtunk az előző gázévben, ugye a gázév az nem egyelő a naptári évvel, hanem ez a bizonyos októbertől áprilisig tartó időszakra vonatkozik, beszerzett mennyiség az a melegvizet is, ami persze nyilván ugyanúgy őszig tart beleszámolva, 5 milliárd forintért tudtuk megvenni a Szép Hőn keresztül az előző gázévben. Most 17 milliárd volt az az ár, amikor a beszerzést lezárta a Szép Hő, és a mai árakon ez most már 42-44 milliárd forint körül van. Az 5 milliárd helyett úgy, hogy a gázmennyiség sem a fűtési időszakra, sem az egész gázévre vonatkoztatva nem változott. Tehát körülbelül ugyanakkor a beszerzett mennyiség. Ez jól mutatja, hogy mekkora is az áremelkedés a piacon. Ezt ma a mai bejelentések nyomán továbbra is nagyon nagy arányban és részben az állam finanszírozza, és nem kell a fogyasztóknak kifizetni. Ez egyébként klasszikusan azt jelenti, hogy továbbra is a Szép Hő fogja a szolgáltatást biztosítani, és a Szép Hő az energiahivatalon keresztül nyújtotta be, és kapja majd meg azokat a támogatásokat, amiből majd ezt a szolgáltatást fenn lehet tartani. Fontos, hogy ez a távfő esetében mindig magába foglal valamilyen fejlesztési forrást is, sőt bizonyos béremelési lehetőségeket is ebben a szektorban. Ez egy korrekt elszámolási rendszer volt az elmúlt években, de nyilván most ezeknél a brutális áremelkedéseknél és ezen hatásoknál szerintem óriási bravúr, hogy az állam ezt tudja finanszírozni, és nagyon nagy segítség Fehérvárnak is, önkormányzati szinten, de aminél sokkal fontosabb, hogy a fehérvári embereknek, családoknak nyújt ez egy biztonságot és stabilitást a következő, egyébként nem könnyű hónapokra. Ha már a nem könnyű hónapoknál tartunk, illetve az intézmények, közintézmények tekintetében, azért nem olyan régen közzétett múlt héten pénteken egy statisztikát, ami gyakorlatilag a városi intézmények vonatkozásában bontja le ezeket a számokat. Arányaiban ezzel kapcsolatban mi az, amit el tud mondani, mit látnak most a hivatalban? Az egyik legnagyobb kihívás most az jelenti, hogy egyetlen kapjunk árajánlatot, mert szintén az elmúlt heteknek a gyakorlatát látva, azokon a beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokon, amelyeken keresztül a villanyt és a gázt az önkormányzat, az intézményeink vagy a közszolgáltató vállalataink beszerzik, sok esetben egyáltalán nem érkezett ajánlat.
Ahol érkezett, ott pedig brutális áremelkedést láttunk, mind az áram, mind a gáz tekintetében. És mi ugye azt ígértük meg a fehérváriaknak, hogy amikor vannak számaink, akkor a számokról is adunk tájékoztatást, pont annak érdekében, hogy mindenki egyrészt lássa a probléma nagyságát, és majd megértse azokat a szükséges intézkedéseket, amit gyakorlatilag a takarékosság jegyében meg kell hozni. Ugye a kormány ilyeneket is jelentett be a mai nap, nyilván az önkormányzatoknak is kell ilyeneket hozni, pártállástól függetlenül. Mi ezt szeptember-október magasságára tervezzük azt a közgyűlést, ahol a testület majd ebben állást tud foglalni. De hát előbb mondtam, hogy a távhőszámokat, tehát a vízi közműnél, ahol még ugye egy nyereséges eredményt hozó működés volt 2021-ben, több mint 20 millió forint pozitív eredménye, 22-ben már több mint 1 milliárd lesz a veszteség áram és gázbeszerzési problémák okán, és ez 23-ban, ha a jelenlegi árakból indulunk ki, akkor mindegy 7 milliárd forintos veszteséget jelent csak a fehér víznél. Hoztunk példákat intézmények világából is, hogy az uszoda 30-ról több mint 300 millióra emelkedik mondjuk a villamos energia költsége az uszodának. Ugyanilyen arányok tapasztalhatók a Vörösmarty Színháznál, ami szintén egy óriási épület. Ugye a közvilágítás az mindegy 300 millió forintról kerekített összeggel jövőre, a mai árakon számolva több mint 1,6 milliárd forintba kerülne. Ezek olyan nagyságrendek, ahol bizony az önkormányzatnak dolgozni kell azon, hogy a működő képességet hogy tartjuk fönn. A legfontosabb, hogy a szolgáltatások közül, amit az önkormányzat kötelező feladatként biztosít, törvény szerint azok közül összegyűjtöttük azokat, amik most kiemelten fontosak, és elsőbséget élveznek. Ez nem azt jelenti, hogy ott nem szeretnénk megtakarítani, szerintünk ott is lehet, ott is egy kicsit a hőfokot lejjebb lehet venni, de csak egy szintig, mert a működő képességet viszont nem veszélyeztethetjük. Mik ezek? Bölcsöde, óvoda, szociális intézmények, különös tekintettel a bentlakásos szociális intézményekre, a házi orvosi rendelők, ahogy előbb említettem, a közvilágítás, a közétkeztetés, vagy éppen a valamilyen szinten a közösségi közlekedés. Ezek az a prioritást jelentő tételek, területek. Először most ezt szeretnénk biztosítani, egyrészt legyen áram, legyen gáz. Ezért is nagy segítség a mai döntés, hiszen a távhő ezen intézmények egy részét érinti. Ha csak néhány hónapig legalább a közületek is bennmaradhatnának ebbe a rezsivédett árba, az nagy segítség lenne az önkormányzati szektornak, az milliárdokat jelentene mondjuk Fehérvár vonatkozásában is 2023-ra. Úgyhogy én ebben bizakodó vagyok, ugye ma a lakosság lett bejelentve, de az ellenkezője sem lett bejelentve a közületeknél, tehát azt gondolom, hogy itt van esély, most ennek megfelelően tudunk kalkulálni. És az összes többi területen pedig nyilván készülünk intézkedésekre, meglátjuk majd, hogy ezek közül mit kell eldöntenünk és mit kell bevezetnünk, de talán azt mindenki elfogadja, hogy ebben a szituációban a működés a legfontosabb, a működtetés a legfontosabb, a város stabilitása a legfontosabb, és úgy, hogy ne éljük fel a közeljövőnket és a távoli jövőt sem. A gazdaság szerencsére még mindig növekszik, ezért a bevételi oldalunkon is azért vannak pluszok, de azok nem érik el azt a szintet, amit a kiadási oldal növekményei, az előbb említett energiaárrobbanás. És nyilván egyéb inflációs hatások, mert azok nyilván az önkormányzatra is hatnak, mi beszerzéseinkre is vonatkoznak. Úgyhogy még erőteljes számítás zajlik, nyilván ez így van Fehérváron, és én biztos vagyok benne, legalábbis reménykedem abban, hogy minden önkormányzat ugyanezt a munkát folytatja, végzi, mert óriási erőfeszítés a kormányzattól az, hogy mondjuk az előbb említett kérdésben biztosítja a távhő tekintetben a rezsicsökkentést, azért ez még az áramgáz nagy részénél is így van a hulladék gazdálkodási szolgáltatásoknál, így van a víziközműhöz kapcsolódó szolgáltatásoknál. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy bravúr. A közületek ezen díjak egy részét már piaci alapon kell, hogy fizessék. Ez igaz az önkormányzatokra, önkormányzati intézményekre is. Ennek megfelelően meg kell hoznunk a döntéseket. Nyilván ez nem polgármesteri hatáskör, úgyhogy majd valamikor a hónap végén a testület elé fogjuk tudni ezt terjeszteni. Természetesen a nyilvánosságot erről tájékoztatni fogjuk. A Vörösmarty Színház esetében már egyfajta tájékoztatás azért megtörtént, hiszen ott egy rendkívüli évadot hirdettek, hogyha fogalmazhatok így. Én arra kértem az előadó művészeti tevékenységet végző kulturális intézményeinket, ebbe a színház, a balettszínház és a szimfonikus zenekar is beletartozik,
hogy próbáljanak egy olyan évaddal is készülni, vagy évadtervel is készülni, ami esetleg abból indul ki, hogy január-februárban a Vörösmarty Színház, mint épület, az nem fog tudni működni. Tehát nem az intézmények nem fognak működni, az álláshelyek meg lesznek, a béreket ki fogjuk fizetni, munka folyamatban lesz, de hogy elő lehet készíteni a tavaszt, a nyár elejét, és amikor már a fűtési szezonból kifele megyünk, amikor adott esetben nyilván a villamosenergia költségek reményeink szerint egy kicsit csökkennek, akkor tudjuk a színháznak azt a működését is újraindítani, ami miatt mi megyünk, és mi szeretjük, és mi járunk a színházba. Ezt kértem, ezre igazgató egyébként, aki már maga is tett intézkedéseket az évaddal kapcsolatban, megtakarításokat jelentően, az meghozta az alapdöntéseket, és meghozza ez alapján az előkészítő munkában azt a döntést, hogy milyen stratégiát tesz le nekünk az asztalra. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy évad lesz. Az évad elindul rendesen, lesznek ugyanúgy bemutatók, ahogy néztem, nagyon izgalmas darabok, úgyhogy én mindenkit arra kérek, biztatok, hogy vegye meg a Vörösmarty Színházba az évadot jelentő bérletet. Én magam is így tettem családommal, ha valamivel és valamikor, most ebben az időszakban ezzel, igenis ki tudunk állni a színházunk, a zenekarunk és a balettszínházunk mögött is. Innen fogjuk folytatni, most azonban nézzük meg, hogy a székesfehérváriak milyen kérdéseket intéztek a polgármesterhez. Meg vagyok elégedve. Én itt dolgoztam a Köfénbe 74 óta, akkor költöztem ide, és én meg vagyok elégedve. A távfűtés, hogy fog változni a távfűtés ára, erre lennék leginkább kíváncsi, mert erről nem hallottam más, mint hogy 12-szeresébe kerül a gáz. Tehát leginkább erre lennék kíváncsi. Nagyon tetszik, hogy nagyon sok kiülési lehetőség van, ahol lehet beszélgetni, közösségi életet élni, kávézgatni, a virág, a tisztaság, le a kalappal. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen. Nekünk nagyon jó polgármesterünk van, csak ennyit tudnék mondani. Különösebb dolgot nem szeretnék kérdezni, mert minden úgy megy, ahogy kell. Nos, hát azért a távfűtés kérdése itt is felmerült, és hát egy csomó pozitív vélemény. Hát ezeket külön köszönöm, nyilván jól esik ez, főleg ilyen nehéz helyzetben, hogyha ilyen pozitív visszajelzések érkeznek, de ez mindig egy csapatmunka, ezt is el szoktam mondani. Amikor ilyen kedvező vélemény jön, akkor könnyebb persze hozzátenni, hogy a polgármester az csak egy csapat kapitánya, de egy közösség vagyunk 100 000-en egy csapatban, és ez a mi közös otthonunk, együtt dolgunk működtetni, fejleszteni, és én úgy látom, hogy van is ebben lelkesedés szerencsére a város polgárai tekintetében is. A távfő esetében pedig szerintem egy nagyon jó kérdés volt, és talán jól visszaigazolt, hogy miért volt fontos nem csak a döntés a kormány részéről, hanem a mai bejelentés is. Hiszen igen, azt látják, hallják, olvassák az emberek, ami valóság, hogy 10-12-szeresére nő a gázára, és mibe gondol az ember, hogy akkor otthon a rezsi árak is elkezdenek drasztikusan nőni. Főleg úgy, hogy ahol egyedi fűtésről beszélünk, ott bizony az áram és a gáz esetében, akik az átlagfogyasztás fölött fogyasztanak, azok már látják ennek az átlagfogyasztás fölötti rész vonatkozásában a piaci árhoz történő közelítését, és a mai bejelentés egyértelművé tette, hogy a távfő nem követi ezt az utat, tehát a távfőnél ugyanazok a díjak lesznek a következő időszakban is, mint amiket eddig és az előző időszakban megszoktak az emberek. Ez szerintem nagyon nagy segítség a hölgynek is, aki itt kérdezett ebben a kérdésben, de nyilván mindenki másnak is mondom, több mint 21 ezer háztartásról beszélünk. Viszont itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy akinél a tűzifa, az áram és a gáz problémát okoz, esetlegesen megemelkedett rezsiárakat nem tudja, vagy csak részben tudja finanszírozni. Létezik az önkormányzatnak már egy támogatási rendszere. Ez elérhető a város honlapján, a médiacentrum felületein, de akár közvetlenül is meg lehet bennünket keresni. Minden információt el fogunk juttatni, kérelem benyújtható, hogy az általános szociális támogatásokhoz képest jóval magasabb összegnél húztuk meg a határt az egyfőre eső jövedelem tekintetében, ami azt eredményező, jóval többen tudnak hozzáférni ezekhez a támogatásokhoz. Eddig őszintén szóval nagyon-nagyon kevés érkezett. Ez lett volna a kérdésem, hogy mi tapasztalt, hányan érdeklődtek? Pár darab kérelem érkezett, de ez még nagyon a folyamat eleje, tehát még azért a számlát se feltétlenül kapta meg mindenki, nem biztos, hogy belegondolt a téli időszakba. Ez a lehetőség itt van, hívjuk fel rá föl itt is a figyelmet. Források az első, mondjuk úgy, hogy kérelemcsomag tekintetében abszolút rendelkezésre állnak, ahogy a hatósági
szabályoknak megfelelően végigvisszük az eljárást, és megvan a határozat, akkor utána utaljuk is a támogatásokat. Úgyhogy szerintem érdemes ezzel a lehetőséggel élni, és azt is mondtuk, hogy pár hónap tapasztalatát majd értékelve esetleg ennek a programnak a bővítésére is sor kerülhet, különös tekintettel az egy fogyasztási helyen, tehát egy háztartásban élő, mondjuk több generációs családok esetében. Ott látunk még egy olyan jól meghatározható társadalmi kört, akik nem jellemzően adott esetben régi típusú családi házakban, majd társasházi egységekben laknak, egy fogyasztási helyekről beszélünk, és nem biztos, hogy egyik pillanatra a másikra meg tudják az energiakorszerűsítés feladatait végezni, nincs rá forrásuk, fontos, hogy itt nyújtsunk egy támogatást, úgyhogy az ő esetükben gondolkodunk még az előbb említett támogatásoknak a kiterjesztésében. Aztán a tiszta, virágos várost is említették, ezzel kapcsolatban szintén éppen tegnap volt önnél egy egyeztetés, ami a fehérvári zöld programot érintette, hogyha fogalmazhatok így talán összességében, hiszen minden felületet érintett. Igen, és ezúton is köszönöm szépen a engem megkereső civil szervezetek képviselőinek a jó beszélgetést. Ez egy zöld beszélgetés volt. A téma a fenntarthatóság, bizonyos szempontból mondjuk ki a jövő élhető városa kérdéskörnek az áttekintése. Nagyon sok területet érintettünk, nagyon jó ötleteket hallottam, örömmel tudtam tájékoztatni őket az elmúlt években, mondjuk a fatelepítés, az erdőtelepítés vonatkozásában tett önkormányzati lépésekről, hiszen több mint 16 hektár erdőt telepítettünk, évente több száz fát ültetünk. Egyetértettünk abban, hogy nagyon jó lenne, hogyha mások által ültetett, mondjuk különböző beruházások keretében megvalósuló felültetés fa állományának a gondozása is megtörténne, mert hiába van ott egy jogi pótlási kötelezettség, ne arra játszanak, hogy akkor majd ha kiszárad a fa, majd ültetünk másikat, hanem próbáljuk elérni, hogy ne száradjunk ki ez a fa. És ebben éreztem rajtuk egy nagyon jó pozitív szemléletet, hogy a szemléletformálásba és a civil aktivitásba is fektetnek energiát, és biztos, hogy a városban ez pozitív eredményt fog hozni. Egyébként, ha már a Virágos Fehérvár fölmerült, ugye itt egy európai versenyben indult el, és képviselte Magyarországot Székesfehérvár, ennek egyébként hamarosan most úgy jött ki, hogy nem is Európa más országában, hanem például Balatonfüreden lesz majd a díjátadója szeptember végén, úgyhogy kíváncsian várjuk a nemzetközi zsűrinek az értékelését. Abban is biztos, hogy jó tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása, ötletek megfogalmazása, javaslattétel is szerepelni fog, tehát abból is fogunk tudni, tanulni, épülni, szépülni, zöldülni és egyre virágosabb lenni. És még egy picit lehetőséget kihasználva, hamarosan megjelenik a következő virágóra vonatkozásában ez a szokásos pályázat. Kérdés. Úgyhogy kérem, hogy voksoljanak minél többet. Szerintem az idei nagyon szép lett. Az idei egyébként egy évtizedekkel ezelőttinek egy teljesen lemásolt változata volt, és most előre elárulom, hogy a mostaniak között is lesz olyan, ami egy korábbi alapján készült terv. Úgyhogy aki azt szoktam mondani, hogy a régi, itt is lesz lehetősége úgymond egy régiről dönteni a három megjelent, vagy megjelenő terv közül. Ha már a zöldítésnél, környezetvédelem, természeti értékek megőrzésénél tartunk, és itt az erdősítés is ugye szóba került, ami ilyen szempontból elengedhetetlenül fontos. Korábban arról is beszámolt a közösségi oldalán is, itt a Fehérvár Média Centrum felületein is, hogy ugye felmérik azt, hogy az erdőkkel kapcsolatban, a tűzifa vonatkozásában milyen érintett részek lehetnek, ezt hogy áll most, polgármester úr? Ugye az önkormányzati és az állami fenntartásban lévő erdő területek, ennél ez a probléma nem merül föl, ugye ott külön fakivágás nem fog történni, ott ugyanaz a erdészek által szakmailag kontrollált erdőgazdálkodás zajlik, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Ahol a felmérést végezzük, az a magántulajdonban lévő ingatlanokon a beerdősült területek, vagy jogilag is erdőnek minősülő területek felmérése, hogy lássuk, hogy egyáltalán mennyien van, hol helyezkedik el ez a
a városban, mi ennek a jogi besorolása, mert attól, hogy valamit mi erdősnek látunk, az bizony nem biztos, hogy a mondjuk ingatlan nyilvántartásban is úgy szerepel, tehát ezeket érdemes most megvizsgálni. Én arra kérek minden ingatlan tulajdonost, hogy mérlegelje azt is, hogy ebben az az óriási érték, hogy ott van mondjuk az adott faállomány. Gazdálkodni lehet a fával, annak van szakmai háttere, vannak professzionális erdészek, nem tőlük kell félteni a fát, hanem azoktól, akik mondjuk majd most kijárnak és lopni próbálnak fát, ami ellen próbálunk minden eszközzel fellépni, és inkább nyújtsunk szociális alapon tűzifát azoknak, akik rászorulnak, vagy támogatást, hogy a jogszerűen valahol megvett tűzifához kapcsolódóan az egyszeri 75 000 forintot a város biztosítani tudja, de még egyszer a faállománynak növekednie kell a városban a következő években, évtizedekben egyaránt, mert hát elég csak erre a nyára gondolni, hogy ez miért fontos szerintem ebben a társadalom nagy része ma már abszolút egyetért, és ezzel azonosulni tud. Jöjjön azt hiszem, hogy a következő csokkor a fehérvári kérdésekből. 10 éve voltam utoljára itt Székesfehérváron, és őszintén mondom, nem sok mindent látok változást, csak most itt látom, hogy fel van például állványozva az épület, de sok minden nem tudok sajnos mondani ezzel kapcsolatban. Hogyan kívánja megoldani így az energiaválság kérdését? Most ugye folyik egy járda építés és kerékpárút építés a Kiskutútján, ugye arra tudunk az Aldiba mi eljutni, viszont van egy szakasz, ami kimaradt a Kertalja utca és a Zámoly út között. Elég nagy a gyalogos forgalom, én arra járok a vidéki buszra, és ott nincs járda az út szélén, hogyha azt esetleg lehetne. Megköszönöm neki, hogy így gondoskodik Székesfehérvárról, de úgy különösebben most kérdésem nincsen. Ezt megköszönöm a polgármester úrnak, mert fehérvári vagyok, tőzsdökeres fehérvári, és nagyon szeretek itt élni. És én szeretem a városomat. Barbara is azok közé tartozik, akik ezen a tegnapi kis zöld kerekasztalon részt vettek, és egy zöld környezetvédő egyesületet képviseltek, és köszönöm ezúton is neki ezt a kérdést. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, amiben különösen azért látni kell, hogy az energiapiac az azért nyilván nem egy önkormányzat által befolyásolt piac. Tehát nekünk arra kell fölkészülni, hogy ahol lehetőségünk van, függetlenedjünk mondjuk a gáztól, ahol lehetőségünk van, ott energiahatékonyságban tudjunk előrelépni. Itt jó hír, hogy 18 intézményben most is zajlik ilyen típusú felújítás, napelemek elhelyezése, nyírászáró csere, homlokzat, szigetelés, felújítás. Jó hír, hogy a panelprogramban annak idején nagyon-nagyon sokat sikerült előrelépni, ami miatt egyébként a fehérvári gázfelhasználás mondjuk a távfős lakásokban jóval kisebb, mint más hasonló, de panelprogram vonatkozásában nem ennyire érintett város tekintetében, és dolgozunk azon is, hogy a távhőt hogyan tudjuk bővíteni, és a távfő hogyan tud majd a jövőben esetleg a gáztól függetlenedni, legalább részben. Úgyhogy ezek fontos kérdések, szennyvíztelep fejlesztésen gondolkodunk, és most az EON bevonásával több tucat intézmény felmérése történt, illetve történik meg, hova lehet mondjuk napelemet elhelyezni, ez milyen műszaki beavatkozás szükséges, ez mennyibe kerül, ezt hogyan lehetne finanszírozni. Ugyanez igaz a közvilágításra, ott szeretnénk egy jelentős fejlesztést, előbb mondtam, hogy 300 millióra 1,6 milliárdra nő az áramszámlája a közvilágításnak. Ezt tartósan így nem lehet fönntartani, korszerűsíteni kell. Kb. 2 milliárd forintba kerülne a teljes közvilágítási rendszernek az egyszerre történő felújítása. Nézzük, hogy ezt hogyan tudnánk finanszírozni. Úgyhogy ezek azok a konkrét lépések, amik nem csak a kommunikációról szólnak, hanem már konkrét döntéseket jelentenek, vagy elindult folyamatokat tudunk majd bemutatni. Ma jártam a Grundfosznál, amelyik ugye 15 éves Székesfehérváron és szép ünnepség keretében emlékeztünk meg erről a másfél évtizedről, és ők például arról tájékoztattak, hogy a gyáraik tetejére napelem parkot fognak létesíteni. Ugyanezt jelezték más cégek az irányomba, ezek nagyon jó példák, úgyhogy szerintem érdemes ebben elindulni, a társasházakat bevonni, megnézni, hogy lehet a társasházak tekintetében előrelépni. Egyetértek egyébként az elhangzott kérdésnek valójában azzal a sugallatával, hogy ez az egyik legfontosabb előttünk lévő kérdés és problémakör, mert lehet, hogy most a télen, a téli időszakban, vagy még tavasz egy részében is kell bizonyos korlátozó döntéseket hoznunk bizonyos üzemeltetési feladatokba,
De ezt úgy lehet ezeket a helyzeteket elkerülni, hogyha ha minél nagyobb arányban mondjuk saját magunkat állítjuk az energiát elő, vagy nem is kell előállítani, mert nem fogyasztjuk el. Azt kell megnézni, hogy hogy tudunk szemléletet formálni, hogy tudunk adott esetben takarékosságot elérni úgy, hogy lehet, hogy az életminőségünk még nem is változik túlzottan, de közben a másik oldalon mégiscsak kevesebbet használunk, magyarul kevesebbet is kell előállítani. De ez összhangban is van tulajdonképpen a városnak a klímastratégiájával. Igen, ezt kértem a civil szervezetektől is, hogy ezt nem régen fogadtuk el, mi valamennyi megyei városnak van ilyen, vagy lesz majd ilyen. Ezeket egy kicsit össze is lehet egymással hasonlítani, még akkor is, hogyha vannak speciális körülmények is egy-egy település életében, amit érdemes figyelembe venni, de hogy ezek a szervezetek is folyamatosan kapcsolódjanak be ennek a végrehajtásába, tegyenek javaslatokat. Ha van ötletük, akkor keressenek meg bennünket, hogy mibe tudunk segíteni. Televízióban vagyunk, ezért talán itt, de még inkább élik a téma. Különösen azt szorgalmazták, hogy a kommunikációba hagy folyjanak bele, hiszen vannak szakmai ötleteik, javaslataik, hogyan tudjuk ezt eljutatni az emberekhez, hogy pici dolgok kellenek, nem rögtön a legnagyobb dolgokra kell várni, és legyinteni, hogy ezt úgyse tudom én megoldani, majd a világon valahol máshol más és máskor megoldja. Nem, vannak olyan dolgok, amiket mi tudunk megoldani, akár a saját életünk mindennapjaiba is egy-egy olyan változással, hogy lehet, hogy az első egy-két napban nehéznek tűnik, de utána egyébként tudunk előrelépni. De én meg azt kértem tőlük, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy ez egy város. A városban sokan élünk, sokféle élethelyzetben, sokféle hozzáállással, a szemléletformálás mellett azért én mosolyt is szeretnék látni a városban, és jó kedvet is, és ezeket a dolgokat össze kell tudni hangolni, viszont én azt tapasztalom, látva én is mondjuk csoportokat, akik elmentek fát öntözni, hogy utána ugyanott volt a mosoly, tettek valamit, azért a fáért, azért a parkért, és azért az otthonért, városért, ahol egyébként élnek. Ugye ezek a közösségi programok, amiket ugye itt is említettek, de aztán volt egy másik fontos kérdéskör, és ha már a közlekedésnél tartunk, akkor egy jó pofa kis alternatíva a kerékpárral és gyalogos közlekedéssel megközelítése egy-két forgalmas helynek, és volt egy hölgy, aki ugye a járda befejezéséről érdeklődött. Meg fogom nézni, való igaz, ami elhangzott, hogy a Kiskut útján és ott a környéken épül járda, épül kerékpársáv is, az érintett szakasznak is utána fogunk természetesen nézni. Egyúttal köszönöm a türelmet és a megértést, hiszen folyamatban vannak még ilyen típusú fejlesztések, Mátyás Király körút mondjuk, vagy a Palotai út, vagy kín ugye a déli összekötő esetében még egy nagy körforgalmi csomópont. A következő hetekben olyan talán 15-éig a körforgalom és a Mátyás Király körút is nagyjából be fog fejeződni, legalábbis vissza tudjuk adni a forgalomnak ezeket a fontos gyűjtőutakat. Lehet, hogy lesz munkavégzés, de az már nem jelent olyan korlátozást, hogy ne lehessen ezeket az útszakaszokat használni. Úgyhogy tudom, hogy nehéz ott a sorban kivárni, hogy azzal a lámpával át lehessen érni, de azért történnek ezek a fejlesztések, hogy utána kicsit könnyebb legyen közlekedni, illetve hogy valós alternatíva legyen mondjuk a kerékpáros közlekedés. Tehát kialakuljon az a biztonságos kerékpáros gyűjtőút hálózat, amit valóban lehet használni, és nem kényszerül senki a járdára, de közben az úttesten is úgy tud gyakorlatilag elszaporáltan közlekedni, hogy biztonságban is érzi magát. És pont azt beszéltük egy kedves kollégámmal ma reggel, hogy azt látjuk, hogy mintha többen kerékpároznának, mintha többen használnák ezeket a közlekedési formákat. Egyébként ezt látjuk az autóbuszforgalmon is, tehát hogy van azért ennek értelme, de szisztematikusan bizony itt minden téglát egymásra kell tenni, hogy a végén fölépüljön az a ház. Vagy például a vasúton most már könnyebben lehet azt választani, hogy Fehérvárról Budapestre vonattal megyek el dolgozni, hiszen újabb parkolóhelyek kerültek átadásra. Igen, egy idején olyan parkolót hoztunk létre, volt Garas voltnak a helyén, a Vasvári gimnáziummal szemben. A Vasvárinak lesz azzal a területtel kapcsolatban majd szerepe a bővítés során, de most egy idején olyan parkolót alakítottunk ki, több mint 100 férőhelyes, ingyenesen használható, szerintem egy igazi P+R parkoló rendszer, szerintem sokan is fogják ezt használni, úgyhogy köszönöm szépen a Városgondnokságnak, hogy ezt nagyon gyorsan tudta elintézni. Ugye a város vásárolta meg ezt a területet, és hosszú távon pedig majd a Vasvári gimnázium bővítését tudjuk itt megvalósítani, és ezek is fontos funkciók. És tegnapi beszélgetésben is azt kértem, hogy ezeket is fogadjuk el, hogy iskola felújításra, bővítésre ugyanúgy szükség van,
ahhoz, hogy rávegyük az embereket mondjuk a közösségi közlekedésre, ahhoz biztosítani kell azokat a parkolókat, ahol le tudják tenni az autót, fedett kerékpártárolóban le tudják tenni a kerékpárt, ugye ilyen is dolgozunk például a vasútállomáson, mert így tudjuk szervesen ezeket összekapcsolni, és hogy ezek meglesznek, akkor lehet, hogy sok ember úgy fog dönteni, hogy nem indul el mondjuk a strádán Budapestre, hanem leteszi az autót és a vonatot használja, vagy fordítva jön Fehérvárra, és mondjuk utána pedig ott felszáll az autóbuszra, és, vagy akár használja a rollert, és használja ezeket a közlekedési formákat Fehérváron. Tehát ez a fejlődés, és ezzel lehet nagyon sok közlekedési, környezetvédelmi és társadalmi konfliktusra is jó válaszokat találni és adni. Mennyire lehet most bátran álmodni, polgármester úr, ebben a gazdasági helyzetben? Szerintem álmodni mindig kell, mert azokból előbb-utóbb ez az megvalósul, és ha nem álmodtuk volna bele, mindig a sóstot mondom, ha nem hittünk volna abba szakemberekkel, civil szervezetekkel, kormánnyal együtt, hogy a sóstó megmenthető, akkor mondjuk ezen a nyáron biztos, hogy a sóstó örökre kiszáradt volna. Ehhez képest a sóstó vízszintjével semmilyen probléma nem volt. És ez is egy álomból indult, és megvalósult, és ma már látjuk ennek az örömeit. Szóval kell álmodni, de nyilván a másik oldal ott kell lenni a realitás talaján. A realitás most azt mondatja velünk, hogy 23 és részben 24 az a működtetés stabilitásáról kell, hogy szóljon. Ez sem lesz kis feladat. És ezzel párhuzamosan viszont ez jó időszak arra, hogy előkészítsünk álmokat, mondjuk tervekkel, engedélyekkel, hogy amikor arra lehetőség van, akkor minél hamarabb el tudjuk indítani. Ilyen mondjuk egy osan körforgalom, teljes mértékben előkészített, megvannak a tervek, megvannak az engedélyek, abban a pillanatban, hogy a kormányzat tud erre forrást biztosítani, indulhat a kivitelezési közbeszerzés, utána megvalósulhat a kivitelezés. Ha nincs meg a terv, ha nincs meg az engedély, akkor erre azt mondják, hogy hiába van pénz, nem tudják elindítani. Most elő van készítve, ahogy lesz rá forrás, akkor maga a beruházás is megvalósulhat. Tehát mondhatjuk azt, hogy az élet azért nem áll meg, a kihívásokra igyekeznek választ adni, megfelelő válaszokat adni, de közben azért előre is néznek. Szerintem ez így helyes, mind a kettőre szükség van egy város életében, és hát ez ilyen visszacsatolások, amiket itt ebbe a két bejátszásba hallottunk, meg persze ehhez erőt is adnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg kívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérre legközelebb egy hét múlva számítunk Önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!